Hello, hello, remélem látszik valami, ezeket minimalizálgatom. Itt még kis technikai beállításokat eszközölök. Vissza, újra elindítom. Hangot le. Sziasztok, kettő nézőt látok egyelőre. Oké, úgy látom minden jó. Látom magamat, amint iszok. Jó, 10 másodperces késleltetés van körülbelül. És kezdjünk neki a fordításnak. Na hát, úgy látszik, hogy sokat haladtam, pedig nem. A problémám leginkább az volt, hogy megjelent itt egy olyan lista. Menjünk át pár oldalt. Még. Tehát egy sok oldalon keresztül folytatódó lista, hogy milyen kultuszokhoz kapcsolódik a karakter. Mert szépen építi fel a karrierjét. A karrierépítés egyik kulcspontja, hogy milyen kultuszhoz csatlakozik a karakter, és ebben a szerepjátékban a kultista az kicsit pozitív hangvételű. Megnézem, hogy állít a... Igen, látszik. Tehát a játékosok kultista karaktereket indítanak. És ehhez beletartozik az, hogy tudniuk kell az összes képzettséget, amit felvesznek, illetve nekem kell tudni, hogy hogyan fordítom, és hogy milyen varázslatokat vesznek fel. Ehhez előre le kellett fordítani a teljes varázslatlistát, a képzettségeket is külön kinyomtatni, hogy mit mire fordítottam, és akkor ilyen listák voltak előttem, amíg összeállítottam az ilyen leírásokat. És amikor szavanként kell egyeztetni egy listával, akkor nem haladok. Ez párosítva azzal, hogy azért leszették rólam a keresztvizet, hogy szarul fordítok az LFG-n. Kicsit visszavetette a munkát, kicsit az Elite Dangerous-ban megint elmerültem, de most kezdek kilábalni az egészből, most, hogy vége az egész ilyen nehézségnek, és már bele is tudom vetni magam újra. Jelenleg 222 ezer karakter van lefordítva, és tartok a 84. oldalon a 449-ből. Akkor nézzünk egy számítást, hogy mi várható a jövőben. 80, 84 osztva 449-el, 18%-a le van fordítva az oldalaknak, és ha 222 ezer karakter a 10 osztva 18-szal szorozva 100-zal, az 1,2 megabyte szöveg lesz szóközökkel együtt. És oké, most egyet látok. Pillanat. Na, ez körülbelül egy kicsit több, mint a Kék bolygó játékmestere kézikönyve, ami sűrűn teleírt A4-es szöveget tartalmazott, és ezért az is olyan majdnem 4 hónap volt, mire lefordítottam, bár akkor mindenféle egyéb dolog is közbe jött, szóval itt 3 hónapot szánok rá, majd meglátom, hogy tudom-e tartani. Attól függ, hogy milyen szövegek jönnek. Még. Itt van előttem egyébként.
kinyomtattam a nagy, jó vastag könyvet. Azért kellett nyomtatni, mert egyrészt nem akartam firkálgatni az eredetibe. Az eredetit ilyenkor nem is mindig szoktam beszerezni. PDF-ben szoktam megvásárolni, és hogyha kell, akkor kinyomtatom. Hát itt kellett a fordításhoz egy olyan munkafolyamat, hogy volt, hogy két helyen bent tartottam az ujjamat, és akkor néztem a listát, és még írni is kellett volna bele a dokumentumba. Szóval nehéz volt ez a része, remélem nem lesz még ilyen. Persze már átnézegettem a szabálykönyvet, meg azért kellett nagyon egyeztetni a többi tartalmi résszel. Ez volt a leghúzósabb. Oké, Sándor, hello, látlak. És most már azt is látom, hogy mit írsz élőben. A mostani szövegrész, ez itt egy táblázat, és hogyha ez a táblázat meg lesz, hát ez kevesebb, mint fél óra lesz, akkor készen állok egy olyan szövegrésszel, amit oda tudok adni a lektornak, mert itt, hogyha elmegyek, 83. oldalon tartottam. Így, menjünk kicsit el. Tartalomjegyzék hol van? Itt van. A 84. oldalon kezdődik az előre gyártott kalandozók, és azzal lezártam ezt az első három fejezetet. Ez található itt teljes egészében, a 222 ezer karakter. És ezt akkor egyben oda tudom adni a lektornak, hogy tessék átnézni magyar nyelvi szempontból. Mert most, hogyha már itt összegyűltünk, akkor a következő dologra kell figyelni. Azt kaptam meg, hogy túl tudálékosan fogalmazok és okoskodó módon. De aki ezt ezzel a kritikával illetett, az be is vallotta, hogy a videóim nyelvezete sem tetszik, tehát eleve az, ahogyan én fogalmazok. Hát ahogyan én fogalmazok, az kerül bele a könyvbe, tehát most ez az egy órás live-nak a témája az lesz, hogy ki tudjuk-e szűrni azt, hogy hol fogalmazok tudálékosan, avagy láttad-e már korábbi könyvekben, hogy így fogalmazok. Igen, eddig nem volt lektort, én néztem át, a saját hibáimra kicsit vak voltam. Nézzünk ide, így. És akkor ide is érkeztünk. Hello, oldalt kérek. Na. Oké, ritkán szoktam így egérgörgővel zoomolgatni, így kell ezt. Tehát fordítás. Már több mint 5 perce itt vagyunk, és még nem fordítottam semmit. Novum, hát oké. Kinek előny, kinek hátrány. Ezek szerint egy ember szólt, akinek ez hátrány. Egyébként ez az ember a Kések az éjbenre mondta ezt, és az az igazság, hogy maga John Harper is elég szájbarágósan magyarázott, kevés lehetőségem volt a stilisztikán javítani, hogyha leírta így, akkor azt úgy kellett leírni. Tehát nézzük meg, hogy ez a mondat hogyan sikerül. Kettes. Van egy híres hős ősöd.
és ezzel a legegyszerűbb szavakat használtam. Hogy 10%-ot. Azért nem írom, hogy plusz 10%-ot, mint az eredetiben, mert ez olyan, mint a kedvezmény a boltok kirakatában, hogy 50% kedvezmény helyett 50% kedvezmény helyett általában azt írják, hogy mínusz 50% kedvezmény. Na, aki jártas egy kicsit a matematikában, akkor rájön, hogy a kedvezmény 50% az azt jelenti, hogy lejjebb megy az ára, hogyha mínusz 50%, akkor az azt jelenti, hogy 50%-ot rátesznek a tárára. Tehát itt ne kövessük el ezt a hibát, hogyha már egyszer szerepel a mondatban, hogy hozzáadom, akkor nem teszem elé az, hogy plusz vagy 10%-ot a szónoklás képzettségedre. És 5%-ot a néha gondolkoznom kell, hogy egyes fogalmakat kis vagy nagybetűvel írtam meg. És igen, még egy másik kritika is volt, hogy az előző videóban, amiben egyébként az akkor fordított szövegben én is találtam hibákat, és azt utólag javítottam. És, vagyis vagy helyett ést írtam, és ehhez tudni kell azt, hogy amikor az angolban felsorolás van, hogy megkapod ezt és ezt, vagy hogy is mondjam, tehát amikor választási lehetőség van, akkor nem azt, akkor az angol azt mondja, hogy választhatsz X or Y között, between X or, X or Z. És a magyarban ezt úgy mondjuk, hogy X és Y között választhatsz. Ilyenkor teszem azt, hogy a vagy helyett ést írok magyarban. Természetesen sok társasjáték szabályt is fordítottam már, meg a Magic the Gatheringbe is belekóstoltam ahhoz, hogy tisztában legyek azzal, hogy a szabályok tekintetében a legkisebb kötőszónak is jelentősége van. De amikor ilyen amikor ilyen felsorolásokról van szó, akkor a vagyból ést csinálunk. Oké, a hős. Hős. Egyelőre ez így jó. Igen. Hármas. A pot of wood. Mi az a wood? Festőfű. Egy bögre festőfű. Most azok jönnek, hogy a... Hopsz, ezt elrontottam. Így. Azok jönnek, hogy a karakter alkotás folyamán hogyan, milyen örökséget kap a karakter. Aztán vagy megtartja, vagy nem. Például a bögre festőfűnek nem biztos, hogy örülni fog, de mindjárt kiderül, hogy ez mi ez. Ez egy rúna varázslat komponens lesz. Ebben a játékban elég sok terminológia majdnem olyan, mintha D&D lenne. És éppen ezért ennek a játéknak a mottója az, hogy D&D done right. Avagy most is alig egy órája felmerült Facebookon a kérdés, hogy AD&D, vagyis D&D-ben a HP az miért úgy működik, ahogy.
Hát itt egyértelmű, hogy a HP az életpont, és nem mindenféle egyéb abstrakció. És így komponenseket is használunk, visszakanyarodva a mostani fordításhoz, ahogy van villámvarázs és egyéb elég hasonló varázslatok, mint a D&D. Egy bögre festőfű. Na, most elő kell venni. Blessed. Kék festőfű áldása. Ez kék festőfű lesz. Na, most ezt azért csináltam így, hogy X oldalon 3,22, mert a varázslatok magyar nyelven ABC sorrendben lesznek. És az teljesen más, mint az angol nyelvű ABC sorrend, és ezért a varázslatokra történő hivatkozás oldalszáma nem sem fog stimmelni, ezért kénytelen vagyok majd utólag beírni az egészet. Az X oldalon. Egy bögre kék festőfű, aminek egy K6. Potenci. Mi jókora lett már ez a szójegyzék is. Potenszit még nem fordítottam le. Na, most jön az, hogy próbáljuk meg meghatározni, hogy mi legyen a potenszi index. Oké, szó szerint tudjuk, hogy mit jelent, de nem biztos, hogy úgy kell fordítani. Pot. Az indexben nem szerepel. Akkor nézzük meg, lehet, hogy csak erre a varázslatra jellemző 322. oldal. Lesz volt. Nézzünk szinonimákat. Legyen erő az erejéből. Mert amikor itt az erőre hivatkozunk, akkor egyértelmű, hogy a varázslatoknál nem a fizikai muszkli erőre hivatkozunk, ezért használhatunk azonos fogalmakat. Mert mégiscsak azt a magyar szót használjuk erre, hogy varázserő. Négy. Mi lenne akkor, hogyha varázserő lenne? Jó. Ez kifejezőbb. Négy. Mi ez? K20-szal dobunk itt? Igen. Négy. Egy K3 bögre. Itt egy D3-at, vagyis a D-t használja ez a szerepjáték, ez magyarban K lesz. Ugyanis ugyanezt a
Oké. Hát az erő miatt Lukasz nem fogja kérni a jogdíjat, mert mint mondtam, varázserő lett belőle. Tehát K-t használom, 1K3. Na most melyik az a magyar nyelvű szerepjáték, ami pontosan hasonló kifejezéseket használ? Legyen költői a kérdés. Minden pont egy bögre. Rinó zsír. Magyarban használjuk azt a szót, hogy rinó. Legyen inkább rinocérosz. Rinocérosz. Négy. Zsír. Eltaláltad. Minden bögre tarta elé. Minden bögre tartalmával egy pontnyi páncélt kapsz minden találati helyre. Találati helyként fordítottam hit location-t. Igen, találati hely. Vissza kell térni mindig a szójegyzékre, mert egyszer félrefordítom, és akkor kapok a fejemre, hogy ez meg micsoda, mi ez a következetlenség a szabálykönyvben. Igen, vesző. Amit a ruházat és páncél alatt lehet viselni. Bár elég átható a szaga. Az egyik felhasználása. Egy felhasználás, 10 másod, 10 perc betelik. Egy felhasználás, 10 perc betelik, és egy órán keresztül tart. Fejti ki hatását lenne, de lehet, hogy ez lenne a túl tudálékos, hogy fejti ki hatását, mert az jut először eszembe. Bár az átható szag, az átható hússzag tovább belengi a karaktert. Igen, itt karakter szót nem használunk, hős, nem, kalandozó van. Tíz percbe telik. Egy legyen inkább felvitel. Igen, és az egyértelmű. 10 percbe telik, és egy órán keresztül tart. Ez nem érdekes. Bár a bomló hússzag. Legyünk kifejezőbbek magyarul. Tovább is kitart. Ötös. Mindjárt belemegyek a fejembe. Igen. Igen. Aha. Most egy kicsit nagyobb vagyok, mint az előző videón, ezért figyelnem kell, hogy a képernyő fele alatt ne legyen angol szöveg.
Egy bronz vagy kerámia, votive. Hát, milyen szavak vannak itt? Még a szótárban sincs benne. Staki. Igen, fogadalmi. Mi ez? Az Istened kerámia fogadalmi képe. Mi legyen? Ikonkép. Ikonoknak szokták majdnem nevezni az ilyet. Oké, egyértelműbb az érződik, köszi. Szondja, bronz vagy kerámia? Istenkép. Az jó. Istenet, bronz vagy kerámia ikonja. Igen. Ami 10%-ot ad az imádat Isten képzettségedhez. Egy bros vagy buckle. Vagy övcsat. Igen, férfi és női kalandozókra egyaránt kell gondolni. Főleg, hogy egy előző szövegrészben, amit alig egy órája fordítottam, egy különálló rész volt a genderről. Nem csak a nemekről, hanem azon belül is a genderről, hogy ki mit visel férfi-női szerepben, női férfi szerepben. Majd megnézem, hogy a második kiadású RuneQuest Glorantha tartalmaz-e ilyen dolgokat, vagy ezt a jelenlegi PC kényszerítette bele ebbe a könyvbe. Na, majd kiderül. Ami egy kövér, vigyorgó törpét ábrázol. Ami két pontos varázsmátrixot. Igen. Ami kétpontos varázsmátrixként működik a varázslat 2-höz. Gyógyítás. X.O. Hol van itt? X.O. 262. Egy szereztet. Tarajos. Egy tarajos sárkány gyík. Na most egy korábbi RuneQuest Glorantha LFG-s ismertetőben láttam, hogy sárkány fattyúként fordították az ilyen ember, az ilyen humanoid sárkány dolgokat. Teljesen, gyakorlatilag teljesen úgy néznek ki, mint mint a
hol is, a Dragonlance krónikákban, az ott hogy is hívták, valami Dragon, Dracolink, Draco, valami. Azt mondja, Dragonlance. Dragon Sokrind, hát most hirtelen nem találom, hogy hogyan fordították. Minden esetre, mert akkor sem volt jó a sárkány fattyú kifejezés, mert nem azt akarta, de most sem akarom a sárkány fattyút mondani és írni. A newt az, az angolról magyarra fordítva gőtét jelent, de a gőte az egy kétélt, mit akarok mondani, hüllő, és de hüllőkön belül lehet, hogy kétéltű is. De a kétéltűt ejtjük, és marad a hüllő, ami végül izé lesz gyík. Tehát sárkány, gyík. Magyarul egyébként van is egy ilyen kifejezés, hogy sárkány gyík. És akkor ők sárkány gyíkok lesznek. Itt egy egy irányt mutató tarajos sárkánygyík kő szobra. És hátulról előre lett a sorrend. Pont. Nem szobor, hanem kis szobor, ami elfér egy kis helyen. Mi? Hát magyarul még a nit figurine. Na, itt, hát ha ad valami szinonimát. Szobrocska. Oké, maradjon. Oké. Szobrocska. Egy egypontos varázsmátrix. Find substance. Keresés, anyag. X pont O 329. Pontos veszély. A játékos választja ki. Az anyagot a játékos választja ki. Oké. 8-11. Egy mágikus. Hopp, hopp, hopp. Vissza. Így. Ez akarat lesz. Már egy mágikus akarat. Tároló kristály. Ami legfeljebb 2K6 plusz 3 mágikus pontot tárol. Vagy varázslat megkötő mátrix, vagy szellem megkötő mátrixként szolgál.
X.O. Kettő 49. Aha, az még nem a varázslatok leírása, az fix, hogy 249. oldal. Tizenkettő. Egy felébredt kis. Na most a felébredt az annyira... Oké, az angol ezt használja, hogy felébredt. Magyarul is használjuk a Shadowrun-ban azt, hogy felébredés. Vajon használja-e ezt, vagy öntudatra kelt? Szerintem az utóbbi jobb. Főleg, hogy az egész játék folyamán, már a 84. oldalon tartok, eddig szó sem volt semmiféle felébredésről. Tehát az öntudatra kelés az egy jobb megoldás. Közben itt helyezkedek. Kis állat egy szó. Például macska, gyík, madár, STB, oké. Emberi intelligenciával és emberi akaraterővel. Ami mágiát is tartalmazhat. És most képzeld el, a Baldur's Gate-ből Minsket, amint babusgatja Boo-t, és Boo intelligensebb, mint Minsk. Értékekkel. Egyébként a fajára jellemző normái vannak. Tulajdonságai vannak. Az állat, mondom én, mágiázik is. Három pontnyi játékos által kiválasztott szellemmágiát ismer. Pont. Beszéli a kalandozó nyelvét. És most lemaradt valami? Nem itt. Oké. Néha ellenőrzöm, hogy nem maradok le kommentekről, mert az megint kínos lenne, mint legutóbb. Tehát beszéli a kalandozók nyelvét, és hűséges társ. De egyébként független. Önálló. Oké,
független, sok mindent jelent az önállóság, az pontosabb. A Glorantha bestiárium további lehetőséget kínál az ilyen lényekre. És a Glorantha bestiáriumot most dőlté teszem, mert hogyha itt kis kapitálissá teszem, akkor nem vagyok benne biztos, hogy InDesignba így megy, de a dőltet azt észreveszem. 13. 1K6. Gyógyital, ami... egy K10. Pontnyi sérülés gyógyít. Na igen, a D&D-sek nagyon védik azt, hogy a HP, amikor csökken, az gyakorlatilag a védekezés, hogy a karakter védekező ereje csökken, de húsba nem vág semmi. Aztán oda megy a pap, és sebek gyógyítását nyom, hogy visszamenjen a védekezése. Aha. 14. Nyaklánc. Oké, hello. Nyaklánc, ami 2K6. Itt kell 6x100. Na, tehát vissza az egész. Az elit, mint lunár, nem litér, lunár, mint pénzegység. Igen, ennyi értékű nyaklánc, ami 2 pontnyi szellemmágiás, szellemmágia mátrixként mátrixot tartalmaz. A szellemmágia az másik lista. Varázslatos szépség. Hopp, már belelóg a fejem? Igen. Tartalmaz a varázslatos szépség. Lásd x.o 265. Ősi arany kígyó, hát a szerpent az kígyó szokott lenni. Igen, de aranykígyó karpánt, ami 2 pontos szellemmágia mátrix. Lásd a 265. oldalon. Hoppá, nézzük csak.
Igen, hát ez meg fog változni. Egy mívesen elkészített hangszer. Amit mágikus jellemzőkkel, tulajdonságokkal ruháztak fel. Pont a használatakor. Ez a zárójel szerintem most szükségtelen, új mondat. A használatakor adj 20%-ot. A zenéléshez. Képzettséghez. Ha már kifér. 17. Egy mívesen elkészített fegyver. Plusz egy nagyon jó. Nincs, nincs, nincs. Oké. Tehát a könyvben eddig már volt szó az életpontról, hogy de csak annyi volt, hogy életpont, és nem volt utána téve az, hogy zárójel HP, vagy most jelen esetben EP. Aztán majd az olvasók mondják, hogy milyen szar ez a könyv, de majd megpróbálom feloldani korábban. Életpont, nézzük csak. Jellemzők, mágia pont, életpontok. Ez az, ez az. És ide fogom tenni, hogy zárójel EP. Ilyenekre kell figyelni, hogy oldjuk fel azt a nyavajás azért rövidítést, mert most találkozok a könyvben először az EP kifejezéssel, mint rövidítés. Pedig egyértelmű, de aki először játszik szerepjátékot, annak nem. Meg különben is hogy néz az ki, hogy használunk egy rövidítést, aminek eddig csak a bővített formája volt jelen, most meg hirtelen elkezdjük rövidíteni. Na, tehát nem hibáktól mentes ez a RuneQuest sem. Plusz egy EP. És a kétszer annyiba kerül, mint a rendes. Kétszer szó köz annyiba kerül, mint a rendes, zárja bezárva. Hopp, ó, belóg a fejembe már mióta. Igen. És ami két pont szellemmágia varázsló mátrixot tartalmaz. És mik ezek egész pontosan?
Szellemmágia. Akkor Blade Sharp, pengeérzés. Bludgeon az bunkó lesz. Bunkó. Multimissile az varázs lövedék. Na itt van az, hogy felsorolás és orr van benne. De a varázslat Matrix az mindegyikre érvényes, ezért a magyarban ést kell tenni utána, helyette az orr helyett. Varázslövedék, vesző és strength az erő. Strength, strength. Igen, hát van ilyen is. Ingot. Öntecs. Legyen öntvény. Az azért elterjedtebb. Egy vas öntvényrúd. Vagy más tiszta rúnafém. Vagy nem rúnametált mondtam. Ami egy K3 teher súlyú. Oké. Ebből fegyvert lehet faragni, fegyvert lehet kovácsolni. Igen, mondjuk viszonyításképpen egy hosszú kard két teher súlyú. Mondjuk ez érdekes, mert akkor kiló is lehetne, és egyébként egy hosszú kard az másfél kiló szokott lenni, hogyha ennél nehezebb, akkor már nehezen lóbálják a harcosok hosszú távon. Szóval vannak itt érdekes dolgok. Tényleg két teher? Kopja, csatabád az két teher. Igen. Bőrszoknya, karvédők, páncél, igen, fegyver, hol van a fegyver? Hosszú kard, egy teher, nem kettő. A csatabárd az két teher, igen, az nehéz. Még egy hentes bárd is nehéz, nem hogy egy csatabárd. Tehát egy K3 teher súlyú. Ezt fegyverré lehet kovácsolni. Páncéldarabba, vagy más tárgyá lehet kovácsolni. Egy elbűvölt, megbűvölt. Bájolás. Egy bájolt. Ez még munkakifejezés, nem biztos, hogy a végső dokumentumban így marad. Majd, ha elérkezek a tárgyak bájolása, bűvölése, varázslathoz, akkor majd véglegesítem az egészet. Egy
vastárgynak. Half again, az szerintem másrészt ennyi lesz. Itt nincs. Igen, tehát igen, pontosan az másrészt annyi. Másfélszer annyi. Igen, ezt elviseli, vagy nem? Másfélszer annyi, egy szó. Élet. Hát mondjuk egy tárgynak az életpont az kevés, az furcsa lenne. Hopp. Két szó. Páncélpontja van. Minden pont. Nem bájolt teher. Öt százalékkal csökkenti a mágia létrehozását. Csökkenti a varázslást. És ugyanennyi eséllyel, és a rávarázsolt varázslatok ugyanennyi eséllyel nem fejtik ki hatásukat. Bájolt tárgyak rendesen működnek. Na, működés közben láthattuk a Glorantha világán azt, hogy a páncélban miért nem szabad varázsolni. Nagy páncélban. Vagy el kell bűvölni a páncélt. Bájolni. 19. Egy milyen sisak? Egy hivalkodó fém sisak. Rendes
páncélpont. Már megint olyan kifejezés, rövidítése szerepel itt, ami, ami nem volt feloldva korábban. Így. Itt nincs, nézzük, fent páncél. Nem. Na, akkor kezdjük el az eredetit bogarászni. Armor point. Hol van ez kifejtve? Aha, 83. oldalon. Igen, látom, hogy itt van, ezen az oldalon, nagyon fasz. 198. Combat terms. Nézzük. Damage points, strike, critical success. Critical parry. Special parry. No. Attack dodge parry. Okay, mi van még? Kettő tizenhat. Itt van egy armor. Armor types. Armor points. Nagyon jó. A páncél leírásánál sem szerepel az, ez a rövidítés, hogy AP. Armor point. Oké, marad az, hogy páncélpont, ezt azért szépen beírom a szójegyzékbe, hogy így használjam a későbbiekben is. AP. Páncélpont, PP. De háromszor annyiba kerül. Nem és, hanem ami. Két pont. Szellem mágia mátrixot tartalmaz. Counter szellem mágia, igen, counter magic az ellenvarázs lesz, counter ellenvarázs. Védelem. Szellemgát. Na, ha valaki húzat dob, akkor kétszer dob. Ha újra
Ezt dobod, akkor dobja, akkor háromszor dobhatsz. Akkor, ja de hogy, akkor kétszer annyiszor dobhatsz. Kétszer, szó köz, annyiszor dobhatsz. Oké. Következő oldal. Na, mint mondtam, ezt a fejezetet itt lezárom. Ez így lett 225 000 karakter. A végső dokumentum még 1 millió karakterrel több lesz. A további 300 valamennyi oldal. És ezt így holnap már adom is a lektornak. Nézze meg, hogy mi a helyzet vele. Milyen gyakori hibái vannak, stb. Nyitok egy új dokumentumot, 1920. Hát, aki bírja, bírja, aki nem, nem. Legfeljebb felvételről vissza lehet nézni az adást. Én még elkezdem ezt az előre generált karaktereket, előre elkészített. Igen. Nézet, web. Nézet, vonalzó nem kell. Ilyenkor ezt egy kicsit szélesebbre nyitom. És ránagyítok erre. Na, tisztázódj. Szűkebbre húzom közben. Ctrl 1. Nézzünk pár ilyen előre elkészített karaktert. Ezek a kalandozók azért vannak itt, hogy készen használható kalandozókként használjátok őket. Hogy, na bocsánat, játékra kész. Vagy a játékmester nem játékos karakterekként használja őket. Szóköz. Na most ez egy furcsa dolog, mert ha megnyitom az előző dokumentumot vissza. RQ1. Igen, itt ellenpéldaként szerepel, hogy ebben a játékrendszerben nincsenek karakterosztályok. Játék célja játékosok karaktereket készítenek, igen. Itt ezt rosszul használtam már kalandozó. Igen. Néha én is. Karakterisztika. És ezzel visszaugrottunk. Kalandozónak. Az a lényeg, hogy a szabálykönyv a lehető legkevesebb esetben használja a karakter szót, és helyette a kalandozót használja.
És néha én is voltam olyan botor, hogy kalandozót olvastam és karaktert írtam. Mert ez is itt van, a családi történet rövidített változata. 4-es pont. Ez az. Jó úton járok. Ez az. Ez egy keretes írás. Na. Hol tartok? Nézzük már ilyet. Hogyan használod ezt az... Aha, a nagyszülő történet előtt van. És első lépés. Ez a kalandozók fejezet. Folyamat, szülőföld. Prax, lunátors. Családi történet, hogyan használt? Kránok. Ez az. Szülőd, kalandozód, 4-es. Igen. Na, tehát a nagy hoztam, de rájöttem, hogy én voltam a botor, amikor kalandozó helyett karaktert írtam. Néha azért. Az itt van, saját történeted, kalandozód. Na hát. Igen. És van kalandozó, kalandozók, és belemegy egy karakter. Kalandozókról szól. Ennyire vak voltam. És van végig kalandozó, van, és belement egy karakter. Készítés. Nincs karakterlap, kalandozó lap van. Oké, elejére kerültem. Kész. Tehát most ez egy kivételes eset. Ojjjjjj, elkezdtem nagyítani, ami nem jó.
Most vissza kell mennem. Rossz eszközt választottam. Oké, ezt fel kéne tolni, hogyha kitisztázta. Vászana, aki vasanaként van írva, de ahol nem olyan ahol kézenfekvőnek tűnik, ott inkább az angol fonetikát írtam, mert ahogy nézem, ezek a kitalált hangzású nevek szintén angolba valami másik nyelv hangzását utánzó fonetikus átírással kerültek, tehát én azt visszateszem magyar, átteszem magyarra, szintén fonetikus átírással. És inkább, akkor már jobban látszik, hogy ez egyfajta szlávos beütés, amire a játék folyamán eddig nem láttam olyan kultúrákat, de még előfordulhat. Vászanát a karakter, már megint én is karaktert akartam írni, kalandozó készítés folyamán lehetett megismerni. Hát az, hogy leírtuk, az olyan snassz. Míg a társait a könyv további részében használjuk példákként. Hát itt van, hogy examples of play, játék, példa, az úgy valahogy nem jön ki magyarul. A képzettség kategória módosítókat minden kalandozónál kiszámoltuk. Hopp, és kötőjelet tettem ide, igen. Pontos vesztő feltüntetett képzettségeknek, már megint a hangom. A feltüntetett képzettségeknek a feltüntetett képzettségeknél már feltüntettük ezeket a módosítókat. Nem, még egyszer. A felsorolt képzettségeknél. Már feltüntettük ezeket a módosítókat. A kényelmesség kedvéért, egyértelműség kedvéért, a kényelmes használat érdekében, a nyelvi képzettségeket, beszéd, veszőírás, olvasás, külön feltüntettük.
A kommunikáció és tudás képzettségüktől külön tüntettük fel. És akkor jön Vászana. Farnan? Hogy van ez? Hogy használtam itt? Farnan. Párnan. Farnant lecseréljük Fárnanra. Nyolc helyen kicserélve. Orlánt beavatottja. Vinga kalandor. Ja. Vinga kalandor alkultuszának. Mert van az Orlánt kultusz, és van Orlánt a kalandor, meg Orlánt a viharos, és ennek van egy Orlánt a kalandornak van egy alkultusza, a Vinga kalandor. Orlánt az egy az a mi, napisten talán, az egyik legnagyobb isten itt a ebben a panteonban, és nőként is meg tud nyilvánulni, és akkor Vingának hívják. És a nők Vingát imádják. Hogy nézne már ki, hogy a nők a férfit imádnak. Szóval... Pont. Nő. Nem. Tehát magyarul írjuk. 21 éves nő. Pont. Veterán nehéz lovas. Bár oké, nehéz lovas karriert épített fel magának, de már korábban kimutatták, hogy az összes fegyverét, amit csatába szeretne cipelni, azt nem bírja magával vinni kézben, mert hamar kifárad, ezért általában egy fegyvert visz magával, a többit a bölényén tárol, mint hátasán. Nehéz lovas, az a Kolimár törzs. Kolimár. Nézzük, hogy van ez. Ezt cserélem. Következő találat. Hopp, vissza. Előző találat. Csere. 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 Nincs több. Oké. Lehet, hogy várok még egy kicsit a korrektornak, vagyis a lektornak történő adással, mert még vannak ilyen cserék.
kettős. Ernaldori klánjából. És, aha, el kéne már menteni. Dropbox szerepjáték. RuneQuest. RQ2. Ja. Aha, én már van. Valaminek utána akartam nézni. Igen. Ernaldor. Ezért nem jön fel az ablak, mert a kereső is nyitva volt. Ernaldor. Oké. Ernaldor. Ez csere. Ez is csere. Ez is csere. Oké. Ez csak Vászana történetében fordult elő, ami a példakaland volt. Ezt a kéket itt még lefordítom. És akkor befejezem ezt a streamet, jó? És akkor mehet mindenki a dolgára. Vászana vagyok, Fárnan lánya. Na most lánya vagy leánya? Akarunk-e régiesek lenni? Ne akarjunk régiesek lenni. Fárnan elé írjuk a titulusát. Csillaghomlok felkelésének hőse. És a Karmazin denevér által megölt és felfalt. Fárnan lánya. Tehát Vászána vagyok, Csillaghomlok felkelésének hőse és a Karmazin. Na most a Csillaghomlok felkelésének hősét azt Vászánára is lehetne értelmezni, de hát. Megvan. Csillaghomlok felkelésének hőse és a Karmazin denevér által megölt és felfalt Fárnan lánya vagyok. Oké, akkor így már egybe kerültek a tartalmi részek. A bosszú hadjár. A Lunár Birodalom, egy kicsit szűkebbre húzom, mert már nem kell ilyen szélesen. Na, vissza. A Lunár Birodalom által iránt viselt
ellen viselt. Bosszú hadjáratomban. Felkeltettem a pennel fordi csatában, az gázló lesz. Pennel ford, tollas gázló, ez az. Tollasgázlói csatában felkeltettem. Argrat figyelmét. Pont. Na most mi ez a Mumbras? Hogyan fordítottam? Holdkatran. Holdkatran második csatájában súlyosan megsebesültem. Továbbra sem ír ide senki? Oké. És az arcom bal felén ott maradt egy csúnya heg. Visszatértem édesanyám farmjára, tanyájára, a farmot tanyának fordítottam. Legyen autentikus. Tanyájára. Lábadozni. Tehát itt nincs olyan, hogy long rest és visszanyersz minden HP-t 8 óra alatt. Nem. Hetekig, hónapokig lábadozol. És most már készen állok a kalandra. Nincsen következmény nélküli gyilkolászás, meg öldöklés, halomra. Barátaim. A barátaim félelmetes bölény lovasnak ismert, bölény lovasként ismernek. Aki jól forgatja a kardot. És Orlánt a kalandor. Elhivatott hívője, devout. Őszinte, hű, ájtatos. Azt nem mondom, hogy jámbor, mert ő veszett harcos, ez a karakter. Őszinte hívője. A
legnagyobb erősségem a becsületem. Hívni, ezt most így dörté teszem. Na, mondtam, hogy ezt itt most befejezem. Még ezt szeretném elmondani, hogy volt egy nagyon nagy fordítási kihívás. Amikor a Hide of Land kifejezést kellett lefordítani úgy, hogy a karakterszám nagyjából egyezzen. Ne körülírás legyen, meg magyarázkodás. Nem tudtam, hogy mi a fene ez a Hide of Land. Aztán utána néztem, hogy ez akkora földterület, amit egy paraszt egy év alatt beszánt, bevet, learadt. Erre a japánoknak van egy jó kifejezésük, a koku. Négy szó, és el van intézve minden, az egy fizetőegység is. Itt most földterületről van szó. Addig nézegettem, hát sokáig kellett utána googlizni, régi módi földterületeket átböngészni, mire rájöttem, hogy egyetlen szóban kifejezték ezt a régiségben, eke alja. És megvan a teljesen pöpec magyar kifejezése. Szia, Zoli! Na, most, hogy a végére becsatlakoztál, én már másfél órája itt ülök egy helyben a székben, ezért ezt a streamet befejezem. Aki most kapcsolódott be, az hamarosan viszont látja ugyanezen a linken az elejétől a felvételt. Szóval, majd jövő héten, vagy két hét múlva jelentkezem, attól függ, hogy hogyan haladok a munkával. Lehet, hogy két heti rendszeres adás lesz. Szóval, sziasztok!